Jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoznak hozzánk, ez már Start után már a Start Plus, és Elfriede Jelinek az Öldöklő Angyal című darabjának magyarországi ősbemutatójával nyílik Budapesten a Tesla Kulturális Központ április 29-én. Cserna Antal és Orr Zoltán Iván a vendégeink, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mi a Tesla Kulturális Központ? A Kazinczy utcában van, ugye be? A Tesla Kulturális Központ az 2014. decemberben nyitotta meg kapuit. Ez egy háromosztatú kulturális komplexum. Az alsó szinten egy talán Budapest legjobban felszerelt, legkorszerűbb diszkója működik. A középső szint ez egy óriási nagy nyitott tér, egy loft jellegű kiállító tér, ahol nagy tömegrendezvényeket, kiállításokat lehet rendezni, nagyon-nagyon szépen lehet használni. És a második emelet az lesz most a színház, amelyik tulajdonképpen ebben az előadással kezd el folyamatosan működni. Már egy Eszterházi felolvasó színházat csináltunk itt októberben, kicsit kipróbáltuk, és ez lesz a tulajdonképpen a folyamatos működésnek ez a nyitó előadása. Most ahhoz képest nagyon nehéz darabot választottak nyitó előadásnak. Gondolom művészeti vezetőként és rendezőként ön választotta Elfriede Jelinek Öldöklő Angyal című darabját. Egy színház nyitó darab kiválasztás az komoly felelősség, tehát az nagyon sok paraméternek kell stimmelnie benne. Ez a Tesla komplexum, ez a Kazinczy utcában a valamikori gettó kellős közepén helyezkedik el. Tehát ennek történelmi, némileg politikai jelentősége van, és úgy gondoltuk, hogy a hely szelleméhez nyilván a színház jelenlegi állapota, tehát a belső építészeti állapota egy szobaszínházi jelleget mutat, tehát kicsit ehhez is kellett kiválasztani a darabot, hogy itt ebben a térben, hogy tud működni ezekkel a technikai feltételekkel, és nagyon fontos, hogy tematikailag, társadalmilag, kultúrkörét tekintve ez körülbelül hova definiálódik. Ezért történt ebben a darabban a mitó választás. Azt kell mondjam, hogy nem elsősorban, természetesen komoly érv volt mellette ennek a társadalmi, politikai, történelmi háttere, környezete, de elsősorban azért történt, mert egy nagyszerű műről van szó, egy valóban frenetikus színházi lehetőségről, egy nagyon nehéz, tehát ez nem egy klasszikus színdarab, ez egy mérhetetlenül gazdag, árnyalt, burkolt, szürreális szövegfolyam, amiből nekünk kell előadást artikulálni. Miről szól pontosan, és mitől nehéz? Pontosan a feldolgozásról és a feldolgozatlanságról, illetve egy történelmi eseményről, ami a Rohoncon, ami ma Ausztriában van. Rechnitz. Történt egy mészárlás 45 március végén, tehát húsvét előtt, 180 munkaszolgálatost, beteg munkaszolgálatost, magyarok a munkaszolgálatosokat, igen, egy buli keretében tulajdonképpen egy orgia után buliból agyonlőttek. És aztán erről... SS vezérkar, náci főfunkcionáriusok, tisztek, és a kastély vezető. És Batthyány grófnő. Batthyány Tiszen, Bornemisza Tiszen, és aztán a Batthyány volt a férj. És aztán erről utána soha nem beszéltek a falusiak, amikor nyomozás indult, akkor a tanúk eltűntek, viszont hát a grófnő sokáig boldogságban élt és virult, visszajárt, tehát gyakorlatilag feldolgozatlan lett a történet, soha nem bűnhődtek meg a bűnösök, de a lényeg az egésznek az nem is ez a konkrét esemény, hanem hogy mennyi ilyen történt, és hogy miért nem tudunk tanulni a történelemből. Aki azt gondolja, hogy ez egy újabb holokauszt történet, az csalódni fog, mert ez nagyon árnyaltan és nagyon ilyen kis fragmentumokban jelenik meg maga a történet, megjelenik és visszafejthető, de a lényege sokkal inkább az, hogy belül mi történik abban az utókorral például, aki ebben nem tud szembenézni, aki ezt nem dolgozza föl, mi történhet azokkal, akik ezt túlélik és úgymond békében élnek emigrációban messze, ennek van történelmi utóélete, tehát egy csomó olyasmit tárgyal, amivel mi ma is naponta küzdünk meg, hiszen a mi történelmünk is bizonyos fokig feldolgozatlan, vagy legalábbis a társadalmilag nincs megegyezés benne, és úgy gondolom, hogy a Jelinek nem is elsősorban történelmi, csak nem is leginkább a társadalmi, hanem ennek a pszichológiai és a lelki motivációit keresi. Tehát rendkívül gazdag, rendkívül sok
megoldás, sokféle lehetőséget kínál. Nem akar ítéletet mondani például. És azért nagyon sok rétegű ez a szöveg, viszont például a térben és időben is állandóan. Össze-vissza ugrál. Ez hogy jelenik meg a színpadon? Hát általunk. ez egy nagyon, nagyon, nagyon nehéz kérdés, mert hát ehhez keresjük az eszközöket tulajdonképpen. Tehát vannak olyan szövegrészek, hogy akár egy mondaton belül is ugrunk időben. Egy szereplő, egy mondatán belül is, és ezeket az eszközöket keresünk, hogy hogyan lehet úgy intonálni. Milyen eszközt lehet erre? Egyszer intonációval ezek mind? És az egymással való kapcsolatban természetesen hát vannak bizonyos formák is, amiket keresünk, illetve Iván, amiket megpróbál felrakni úgy, hogy elsősorban a szöveg ilyen, ami zseniális fordítás, a Halasi Zoltán fordítás, elképesztő szöveg, és tulajdonképpen arra törekszünk, ugye, hogy elsősorban a szöveg működjön. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak benne nagyon expresszív képek is, ugye, amikor így pillanatokra fel van idézve az orgia. Vagy a gyilkosság. A gyilkosság is tulajdonképpen ezt hírnökök, illetve tanúk mondják el, akik néha beszállnak a gróf, a grófnő, az SSS szeretők szerepeibe. A Jelinek fölkínál egy lehetőséget. Tudnék, az egész egy szürreális álom, vagy egy szürreális képzetvilág, amely bele van helyezve, egy nagyon mélyen bele van helyezve egy kultuszba. Ez nyilvánvalóan az a kultusz, ami a német és osztrák irodalmi, vagy egyáltalán a társadalmi kultúrában mélyen benne van. Tehát itt idézetek sokasága, utalások sokasága van, az Euripidésztől kezdve a Nietzscheig, nagyon sok minden. És az egész egy kicsit azáltal, hogy ez húsvét előestéjén történik, egy kicsit bele van helyezve egy ilyen társadalmi rituáléba. Tehát mi ezt kicsit szertartásszínházként próbáljuk ezt megjeleníteni. Nagyon sok olyan formát használunk, ami a szertartásokban, hogy mondjam, visszaközlet, felismerhető. Nagyon fontos törekvés, hogy a közönség értse. És azt kell mondjam, hogy ami nagyon lényeges, hogy rendkívül szellemes. Tehát szörnyű a téma, és hát tényleg az ember percenként borzong bele, de mégis percenként elmosolyodik, nevet. Tele van fricskákkal. Röhög, és hát nyilván ez ennek a megvalósítása is ebben a formában kell, hogy történjen. Tehát erre keressük a formákat. Most ahhoz képest, hogy ennek a borzalmas esetnek alapvetően csak magyar áldozatai voltak, a darabot pedig egy Nobel-díjas osztrák szerző írta, tulajdonképpen nem is az a legizgalmasabb, nem is az az érdekes, hogy önök most miért nyúltak hozzá, hanem hogy eddig ezt Magyarországon senki nem tette meg. Tehát ahhoz képest, hogy ezt már a világon több országban bemutatták ezt a darabot, itt nálunk az önök ez egy ősbemutató, csak felolvasó színházi formában szerepelik. És a Müncheni Kammerspiele elhozta ide Magyarországra, azt hiszem 2009-ben a Thália Színházban egy előadásban ez látható volt. Tehát azért ez hozzátartozik. Na de vajon miért nem készített teljes színházi feldolgozásban? Tabu, rendkívül sok tabut érint. Tehát olyan dolgokat kell a kereszténységtől kezdve, a történelemmel való szembenézés, az egymással való együttélés, a tolerancia, a saját lelkiismeretünk, a cinkosságunk, a tudatos történelem hamisítás, vagy éppenséggel csúsztatás. Tehát olyas, rengeteg olyan problémát vett fel, ami hát nyilvánvalóan feszültségeket generál majd. De mondom, nincs ítélet. Tehát ebben mindenki kiválaszthatja magának azokat a fajta megoldásokat. Nyilván nekünk erről van egy véleményünk, de mi ezt nem akarunk ráoktrojálni a nézőkre. Mi azt szeretnénk, ha ebben az előadás végén egy közös erkölcsi, hogy mondjam, alapállásból tudnánk ezt az egész történetet végignézni. Abban szemű nincs vita, hogy itt szörnyűségek történtek, és ezeket a szörnyűségeket a maguk módján el kell helyezni a magyar történelemben is. Ebben szembe kell nézni, nagyon kevesen tudnak erről a rohanci vérengzésről. Tehát én beszéltem olyan zsidó közösség vezetőjével, aki tőlem hallott erről először. Tehát, hogy ilyen fokon nem ismert, és úgy gondolom, hogy ott mégis több száz honfitársukat gyilkolták le, és tartozom egy ilyen főhajtással és egy ilyen gesztussal legalább. Hányszor fogják játszani az előadást? Most az idén 6-szor, azt hiszem. Hát tehát áprilisban, 2-szer, májusban és júniusban. És 29-én lesz a bemutató. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek.